A kövesdaráló kiállítóhely két fő részből áll, magából az örlőhelyből és egy malom történeti gyűjteményből. Most Klárika néni fog minket elkalauzolni ebbe az érdekes világba. A kövesdaráló fontosabb elemei: meghajtás szíjjal, villanymotor segítségével, terméktovábbító, ez egy garat felvonó elevátor. Találhatunk itt köveket, amely álló-mozgó távolság beállítóval ezek közé kerül daráláshoz szükséges termény, amely nem volt más, mint a kukorica, zab vagy az árpa. Vagy kenyérgabonát, búzarost sem a háború előtt, sem a háború után nem lehetett darálni. Ez a városban működő őrlőmalmok feladata volt. Véleményem szerint ide csak az jön, akit ez érdekel. De ha valaki ide beteszi a lábát, az biztos, hogy egy óra, másfél óra. És én nagyon szívesen elmagyarázom neki, természetesen, ha gyermekeket vagy óvodából jönnek, most legutoljára a Takás Péter utcai óvodából voltak, hát csodálatos aranyos gyerekek két csoportban, az ő életkoruknak megfelelően mutatom be a látottakat. Nem olyan régen Debrecenből kerékpárral egy fiatal ember csak azért átjött Karcagra, hogy megnézze a kövesdaráló múzeumot. Már a nyitvatartás időn túl volt, és nagyon kért szombat délután, hogy tessék már bemutatni. Hát én azt mindig nagy szeretettel teszem, mert nem csak azért, hogy a daráló múzeumot nézzék meg, hanem ilyenkor én Karcagról is adok egy rövid tájékoztatást, ami én úgy gondolom, hogy a Karcagnak a hírnevét viszik továbbra is. De azon kívül Dunántúrról is, Pécstől kezdve, Békés megyéből is többen jönnek, és én mindenkit nagy szeretettel és örömmel várok. Egy héten 4 alkalommal van lehetőség, de azon túl, ha valaki bekopogtat az ablakon, nagyon szívesen megteszem, hogy bemutatom. Nem olyan régen például valóban a Nyírségből voltak egy, hát 5 nagy felnőtt fiatal ember, középiskolás és a két szülő, és hát azokat is annyira érdekelte minden itt látnivaló. Na jó, hát ez egy, nem egy olyan, mint egy nagy múzeum, például a Györfi István múzeumban talált csodálatos dolgok, vagy a Kántor Sándor múzeumban található, de érdekli az embereket, hogy tulajdonképpen az őseink hogyan is éltek, és az állattartáshoz hogyan nyújtott ez a kis daráló múzeum segítséget. És nem olyan régen volt egy bizottság kint, természetesen, hogy a múzeum igazgatónak a már jóváhagyása meg engedélyével, és azok is felvételt készítettek, és olyan szépen fogalmaztak, a végén beírtak az emlékkönyvbe, hogy örültek, hogy eljöhettek, és hogy megismerhették a bemutatóját is. Én mindenkit szeretettel várok, látok. Már több mint 4000-en tekintették meg, mióta 16 éve, hogy itt mutatom be a érdeklődőknek ezt a kis régiséget tulajdonképpen. Az őrlemény rögzített zsákba került. Ez lehetett kisebb vagy nagyobb dara, attól függően, hogy a daráltató milyen állat etetéséhez használta fel. A helységben található egy mázsa, amelyen a mester a darálás előtt lemérte a hozott terményt. Súlyok, vék, a kanál, mázsakönyv, amelyben rögzítették a daráltató nevét, címét, a behozott termény mennyiségét, kiírások, például vámért vagy pénzért történt az őrlés. Én megmondom őszintén, én nagyon szívesen, amiben tudok, segítségükre vagyok. Vagy például a Malomtörténeti Gyűjtemény című részben, ugye nagyon régi szakkönyvek, például Tóth Endre úr is egy kölcsönkért egy könyvet, de annyira korrekt volt, hogy ő a vendégkönyvbe be is írta, és meghatározott időre vissza is hozta. Hát bízni kell az emberekben, de én nagyon szívesen teszem, amiben tudok segíteni. Az anyagmozgatáshoz molnárkocsi is megtalálható. Javításhoz szükséges szerszámok és satupad is megtalálható a Daráló Múzeumban.